Sziasztok, ez a nyaralósoroknak a 11. része. Most van, jaj, megint berekedtem, 18 óra 28 perc. És Hanna, ami mindig nincs felöltözve, se megfésülködve. Pedig 8-kor kellünk, hogy fél 9-kor le tudjunk menni reggelizni. De Annától nem lehet. Nem tudom, mit csinál. De nem öltözik, és nem félsülkedik, mert semmit nem csinál. Na mindegy, majd találkozom. Ugyanez a reggelim, mint a tegnap. Ugyanúgy cappuccinoval, és még Liptont is iszok. Na, most itt vagyunk, és várjuk a liftet, mert Szonya fent hagyta a pénzt, és szeretnénk. És vagyunk hajózni. Lehet. Igen, csónakázni, ez nem hajózni, a csónakázni. Most megyünk hajózni, ha ne várod. Egyébként képzeljétek el, tavaly, amikor itt voltunk, semmi az égvilágon nem volt. Most vannak rákok a vízben, meg egy csomó medúza, mindjárt nem mutatom. Csomó medúza, meg az egy rák, itt rajta volt a lábujjam. Ki van, ki hordta a víz a medúzákat a partra, meg még a vízben is vannak. Itt vannak medúzák, több is van, meg ott bent a vízben, ott pont most hoz ki egyet a vízet. Nézzétek, itt mennyi van, úristen. Na, felültünk a hajóra, itt van, és mindjárt indult. Már ennyire eljöttünk a parton, és jól bemegyünk. Hanna! Bocs, hogy ilyen homályos, csak benne van az vízállótokban. És úgy vettünk fel ilyen mellényeket, rajtam is van. Hanna, milyen? Milyen? Visszajöttünk a hajózásból, nem vettem tudom sokat. Most megint nem látszik jól, de benne van a tokba, ezért bocsánat. És képzeljétek el, megállított minket a rendőrség, hanem a vízi rendőrség, nem tudom miért. Apa, miért állított meg minket? Igazoltatta a kapitányt. Igazoltatta a kapitányt, hogy nem elviszállt menekülteket, nem? Igen. Tehát már ott majdnem elmentünk a határig elvileg. Tehát a vízi határig, a tenger határnál. Nagyon átmentünk, és tök jó volt, és Szonyával láttunk delfint. Gondoljuk, hogy delfint, mert láttuk, hogy kiugrik a vízből. Igen, valami kiugrik, és vissza. És vissza, igen. Tehát nagyon jó volt. Most megyünk fel ebédelni, igen. Na hát itt van Dunka. Na. Itt vagyunk a medencénél, és most fagyizunk. Mert honnan, tudjátok, mondtam, hogy ingyen lehet venni a popcornt is, mert mindent ott lehet kérni fagyit is, és azért ordibálok, hogy legyen copyrightos az enne miatt a videó. Na, hello. Most igazából már egy órája feljöttünk. Majdnem egy órája, mert most a 7:30. És befejeztünk 5:30-kor. És most mostunk hajat, Szonya most mert én már hajat mostam. Most szállítgatom egy kicsit a törölközővel. Szonya most most hajat, aztán meg ő fogja szállítgatni a törölközővel, és aztán ami maradt. Én meg közben szállítja a törölközővel. Én közben majd a... A hajszállítóval fogom szállítani. Aztán a bő. Tehát egyébként nem ezt a ruhát veszem fel, hanem hogy ne legyen vízes az a ruha, amit fel akarok venni. Ezért ezt felvettem, és miután megszállítottam a hajam, meg minden, akkor utána átöltözök. Na, hello, itt vagyok, és már le vagyunk készülve, megmutatom nektek, hogy mit vettem fel. És felvettem egy ilyen felsőt, ilyen felsőt. És ez ilyen bő felsőt, és felvettem egy sima fekete rövid nadrágot, és igazából ennyi, más nem vettem fel. Szonya, meg te mit vettél fel? Ezt a felsőt, meg ezt a nadrágot. Ő itt van, és majdnem éreztem, és most menjünk.
Most ugye kijöttünk az vacsorára, és most megint megálltunk itt a hotelben, mert megyünk egy kört. Ha ne is megy ezen, addig dugjam be a pénzt. Igen, ott a fejét is masszírozná, de ha nálak nem ér odáig. Na, indul! Igen, meg a fejét is, csak azt Hanna nem érzi, mert... A fejem! Nuri, a fejem! Amit? Meg mennyi időd van? 1 perc, 6 másodperc, most már. Milyen? Milyen? Gyere, Szonya! Ezt nem rakom bele a videóba. Jöttünk a városba, és találjátok ki, hova vezetett az utunk. Nem, hát de, a rakétához. Igen, ez az utolsó, hogy megyünk rajta, nem fogunk többet, még nem is lesz alkalmam, mivel holnap indulunk haza. Az jegy! Az már meg a fejem. Nagyos feje van. Ahogy akkora vagy majdnem, mint Han. Szonya. Tehát most mindjárt indulunk. És lehet, hogy veszek fel valami ilyen részletet belőle. Első sorba ülünk. Szanyára rádolt! Itt egy dino. Kiszálltunk, Szanyi. Igen, mutattam, és igazán nagyon jó volt, és tényleg nagyon jó, hogy elraktam a telefont, mert kiesett volna biztos a kezemből, mert ebben mozgottunk a legjobban. Úristen, megnyalt minket egy T-rex. Szanyi, melyik volt a legjobb eddig szerinted? Szerintem amúgy a... ez. Szerintem is. Ugye tegnap meg azt mondtuk, hogy... tegnap... én nem kérek, apa. Nem kérsz? Nem. A tegnap meg azt mondta, hogy mit mondtunk a tegnap szóra? A tegnap. Ja, igen, mindig az a napja a legjobb. Most eszünk ilyen vatta cukrot. Köszönjük már mekkora, úristen, akkor amit nagyobb, mint a Hanna feje. Fő, hogy jól érzi magát. De oldalról is, hogy lássák, hogy milyen a Verdának az oldala. Mennyi volt? Vigyázz, mennyi volt? Hát, nagyon drága volt, de nagyon megérte szerintem, mert 1,985,684 dollár volt. Igen? Igen. Na, hát visszértünk a hotelbe, és ez lesz itt az utolsó estünk. Igazából holnap. Muszáj most sípoljon valami? Igazából, tudom, hogy nagyon keveset voltunk, most 10 óra van. De igazából kimentünk a városba, mentünk ugye azon a rakétán. Mi ez a haj? Jézus. Jéz. Mindegy, 2016. Mentünk azon a rakétán, és nagyon jó volt. Megint, ugye már mondtam, mindegy, és aztán elmentünk, vettünk vattacukrot, aztán vettünk vizet, és... Hello! És mentünk, aztán jöttünk vissza, aztán bementünk még a hotelnek a kis parkjába, és lehetettátok, hogy vettem egy nagyon menő verdát. Tehát igazából el is köszönnék, remélem tetszett a videó, ha igen, nyomjatok egy lájkot is. Iratkozzatok fel, és holnap jön Dóri az utolsó résszel. És mit kell még csináljanak? Nyomjátok meg a csengőt, hogy kapjatok értesítést, hogy Dóra új videót tett fel. Úgy van. Csak és holnap szinte csak utazás lesz. Igen, sziasztok! Sziasztok!